Sziasztok, én Nisztor Vilmos vagyok, és a következő videóban meg fogom nektek mutatni, hogyan tudtok egy oldalt csinálni a Kálátó rendszerében. Minden videót most már úgy fogok elkezdeni, hogy egészen a KH-tól elindulva, tehát legelőször is beírod a felhasználó nevedet, beírod a passwordot, login, start, blogging, megvárjuk, míg a rendszer betölti. És akkor itt megint login, start, blogging. Most ezt azért csinálom ilyen szájbarágosan ezt a videót is, hogy belesújkoljam nektek mindig a kiindulási ponttól, hogy beleégjen oda tudatba, hogy hogy kell működtetni a Kálátót. Lehet, hogy egy picit unalmas is néha ez, de azt szeretném, hogy tényleg sikert érjetek el. Következő akkor, ugye belogoltunk az oldalra, itt ugye a szokásos, jól ismert kezelő felületet látjátok, itt mindig ugye oktató videók vannak, meg a következő reklámja a Kálátónak. Ezzel most nem foglalkozunk, ugye ez a videó mindig azért van itt, hogy tanítson téged, de mivel hogy ez még magyarul nincs meg, ezért készítem most ezt a videót is. Tehát én most, ahogy a page, azaz az oldalt, hogy hogyan kell megszerkeszteni a Kálátó rendszerében. Ugye, hogyha ráviszed a kurzort a page-re, akkor itt két opciót feldob neked rögtön. Van egy alpage, hogyha rámegyünk, mindjárt mutatom, mit fog történni. Ugye már előre begyártott page oldalak vannak nálam, de én most egy újat szeretnék, tehát itt az Add New kategóriára rákattintok. Egyébként, hogyha az elébb rámentünk volna erre az Add New-ra, akkor is ugyanide jutottam volna ki. Itt tulajdonképpen a jól ismert kezelő felület, ami ugye a blogoknál is van, csak ez mondjuk page, ugyanaz a felület, de beírom azt, hogy próba. Most ide beírjuk, hogy próba. Itt ugyanúgy szerkesztem mindent, mintha egy blogot szerkesztenék, hogy gyakoroljunk egy picit. Először egy add médiát fogok itt nyomni, tehát ide beszerkeztünk egy videót, mondjuk ezt a videót úgy fogom beszerkeszteni, hogy insert from URL, tehát ide rákattintok. Itt kijön a link behelyezéséhez szükséges oldal, és ezt nem máshonnan, mint a YouTube-ból szedjük le. Rögtön be is megyek az én egyik YouTube oldalamra, mondjuk erre. Oké, és hát innen mondjuk kiszedjük ezt a videót, ezt pedig úgy fogjuk, hogy rákattintunk a videóra. Sziasztok, Vili vagyok. És jobbegér gomb, videó URL címének lekérése, rákattintasz, itt meg is jelenik az URL cím, jobbegér gomb, másolás. Itt visszamegyünk a menedzser oldalra, a kezelőfelületre, rákattintotok erre a kék kijelölt részre, jobbegér gomb és beillesztés. Megvárod, míg ez a videó betöltődik, gyönyörűen be is töltődött, és nincs más dolgod, mint insert page, intro page-be kattintva meg is jelenik. Itt látjátok, hogy ugyanaz a szerkesztő felület, amint a blognál, ugyanúgy. Itt mutatom tovább, ugye be tudsz szerkeszteni szöveget, itt ha belekattintasz, akkor látod, hogy ugye ekkora felületen jelenik meg, és ide a videó után szoktam én ugye bekattintani, megvárod még egy kicsit, itt villog, és nyomsz egy Enter-t. És itt lekerül ez a kis szerkesztői oldal, itt ugyanúgy tudsz szerkeszteni, most ugye nem írok be semmit, hogy ne zavarjon senkit. Magát a kezelő felületeket ugye ki tudsz emelni, ugye betűket, ezt most nem mutatom végig, tehát itt látjátok, vagy esetleg, ha kiemelt színt tudsz neki adni, mondjuk adunk egy pirosat, hogy gyakoroljunk egy picit. Megint kiemelem, én mindenkinek javaslom, az jött be, hogy a 12-es nevezetű betű méretet válasszátok. Tehát még egyszer megmutatom, lassítok egy picit. Tehát kiemeled, ezt úgy emeled ki, még egyszer megmutatom, hogy balegér gomba egy belekattintasz, és végig húzod így a betűkön, utána átmész erre a felületre. Legördülő menü, 12-est kiválasztod, és már is 12-essé változik, hogyha itt visszament volna,
az még egy, és 12-es lesz. Tehát itt oda-vissza lehet váltogatni. Az elébe azért változott vissza, mert ha kétszer vált, akkor ugye vissza lehet változtatni. De hogyha lássátok, hogy emelkedik mondjuk 36-os szeretné, akkor ilyen nagyba ki lehet. Ugye. Itt rögtön meg is mutatom gyakorlásképpen, hogyha mondjuk ez alá, a szöveg alá szeretné ugye betenni egy linket, akkor erre a kis láncocskára rákattintasz, és ide már akár egy blogoldalnak, vagy bárminek a linkét ide be tudod helyezni. Ugye nézzük, hogyha gyakorolunk egy kicsit, akkor váltunk egy menüt, itt a egyik blogoldalamnak betesszük mondjuk az oldalát, linket kimásolom, tehát innen, jobb egérgomb, másolás, vissza a kezelőfelületre, jobb egérgomb, beillesztés. Itt mindig adjatok egy címet, nem is baj, ha gyakorolunk itt ezen az oldalon is, egy kattints ide nevezetű kis címet adjatok, és itt ugye el lehet dönteni, hogy új ablakban nyíljon meg, vagy ne új ablakban. Ennek később lesz a jelentősége, most ezt nem magyarázom, az a lényeg, hogy most ezt nem kell kipipálni, és egy add link nevezetű kis kék ikonra rákattintunk, és voilà, ott van, látjátok, hogy ha ráviszem az egeret, akkor kijön az, hogy kattints ide. És amikor majd kint lesz az oldal, ugye megnézzük, hogy néz ez ki, akkor ugye ha erre rákattintunk, akkor átirányítódik a weboldalra. Most én tovább nem megyek bele a szövegszerkesztésbe, meg ugye itt be lehet SEO-zni is, ez egy másik videónak a témája, meg ugyanúgy képeket lehet adni hozzá. Ugyanúgy, mint a blognál, ugyanúgy lehet adni ugye a taxokat, ezt most nem megyek ebbe se bele, illetve lehet adni ehhez is képet, itt lent, a Set Future Image, remélem jól mondom. Ebben most hangzom, nem megyek bele, hogy ne zavarjak benneteket össze itt a menü készítésbe. És itt le tudjuk ellenőrizni, hogy hogyan néz ez az oldalunk ki. Ugye még nem mentettük el, tehát még a publish gomb nincs megnyomva, de egyébként sokszor érdemes rányomni erre a Save Draft nevezetű kis ikonra, vagy gombra. Egyébként önműködően is elmenti a kártó, én már jártam úgy, hogy elment az internet, de megmaradt a blogol, de ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni, főleg, hogyha megír valaki egy ilyen hosszabb menüt, ugye ez egy statikus oldal, és akkor problémát okozhat, ha elmegy a net, de én mindig rászoktam azért egy Save Draft nevezetű gombra nyomni. Ez még, hangsúlyozom, nincs kipublikálva, tehát ez a publish gomb nincs megnyomva. Itt ugye a preview gombra rá mész, és akkor megmutatja, hogy fog ez kinézni majd kint az oldalon. Hát látod, hogy gyönyörűen berakta, megnézzük, el is indul a videó. Sziasztok! Jól csináltuk a menünek a elkészítését, vagy az oldalnak az elkészítését. Visszamegyünk a kezelőfelületre, tehát itt le tudod mindig ellenőrizni, hogy haladsz. Illetve van ez a view page, itt is, hogyha rákattintasz, ugyanoda lyukadsz ki, megint be fogja tölteni, tehát én valamikor így nézem meg, itt ugyanazt a hatást fogod elérni, mint a preview gombbal, kettő oldalról, tehát meg lehet nézni. Oké, visszamegyek a felületre, és hogyha azt akarom, hogy ugye véglegesíteni ezt a kis page oldalamat, akkor megnyomom azt, hogy preview. Na most én ezt most nem fogom, vagy nem preview, hanem elnézést publish, mert itt ezzel véglegesítem az oldalt. Tehát ennyi, tulajdonképpen ennyire egyszerű, hogy egy ilyen kis saját oldalt tudjál létrehozni. Hangsúlyozom, a szerkesztésekben most nem megyek bele, mert az a blogbejegyzés szerkesztés videóban megtaláljátok részletesen, hogy ugye ezt hogy kell ugye beszerkeszteni. Azt akartam ebben a videóban megmutatni, hogy ugye ez egy olyan oldal, ami ugye nem egy blog, hanem egy statikus oldal, ami állandóan ugye ott van a felső menü sorba, vagy ahova beteszed. Na most, hogy lehet ezt, mert ez még mindig nincs benne a menükbe, tehát ez csak egy oldal, rögtön átmegyek majd, a következő videóba fogom megmutatni, hogy hogyan tudod a menükbe bele szerkeszteni.
Rá is megyünk, akkor nem is fogom ezt most ketté vágni, úgy döntöttem. Tehát rámegyek most a menübe. Menü. És itt lehet látni, már több ilyen menü be van ide téve, illetve nem menü, hanem oldal. És itt meg kell kerestem nekem a próba oldalt, illetve hogy nem véglegesítettem, ezért, hogy megmutassam nektek, visszamegyek, és megkeressük a próba oldalt. Itt ugye nekem már rengeteg ilyen oldalam van, és azért egy kicsit nehéz megtalálnom, de mindjárt megkeressük. Hát ezt így is lehet ilyen pancsár módon keresgetni, vagy fogjuk magunkat, van itt egy kereső, és akkor beírom azt, hogy próba, és egy search-öt nyomunk, és tulajdonképpen itt van, már meg is van. Hát itt több próbát írtam, úgyhogy most mi kikerestünk, hogy melyik az. Mondjuk szerintem ez lesz az. Oké, ez az. Jó, tehát akkor véglegesítem most hirtelen nektek, aztán már letörlöm, hogy meg tudjam mutatni, hogy hogyan tudom berakni ezt így menübe is. Nyomok egy publish nevezető kis gombot. Jó, megvárom mindig, mire visszatér. Oké, megvan. És most megyek át tulajdonképpen a menübe. Átmegyek a menübe. És itt fönt lejelenik meg mindig tulajdonképpen a legutolsó oldalnak a része. Tehát kipipálom, és egy adható menü nevezető kis gombra fogok rákattintani. Na most mielőtt még ezt megtenném, ugye itt több helyen vannak menük, tehát itt van a most nem jól fogom kimondani, a footer, én így mondom, illetve van a header menü, ugye fölül vagy alól jelenjen meg. Itt már a menüknél is ugyanezt meg fogom mutatni. Ez a footer menü, ez az alsó részen, a blogodónk a legalsó részén megjelenő oldal. Tehát tulajdonképpen, ha ide akarom behelyezni, akkor ugye kipipálom és egy adható menüt nyomok. Várok egy picit, és látjátok, megjelent a próba a menü sorba. Na most ez akkor véglegesítődik itt, hogyha megnyomom a Save menü gombot, és akkor ugye meg lehet látni alól majd, mindjárt meg kimegyünk az oldalra, hogy hogy fog ez megjelenni. Na most nyomok egy Save menüt, oké, és itt úgy tudom megnézni, hogy hogy fog ez majd az oldalon kinézni, hogy egy visit site-ot nyomok, tehát itt fölmegyünk ide az oldalra, és egy visit site-ot nyomok, és itt megjelenik mindjárt. Itt leállítom, hogy ne zenéljen nekünk. Jó, és itt letekerek a zajára, mert itt kellett, hogy megjelenjen. Látjátok, itt megjelent az, hogy próba. Tehát ide helyeztem be. Na most visszamegyek a kezelő felületre. Most, hogy ezt itt eltüntessem, ne maradjon itt, ezért legalább meglátjátok, hogy lehet itt kivenni. Mondjuk itt nem tetszik, mert mondjuk ez nem kell oda. Akkor van ez a legördülő kis menü, és itt egy Remove nevezető kis gombra rákattintok, és gyönyörűen eltűnik onnan. Na mi van akkor, hogyha föl akarom tenni a felső menüsorban, akkor a Header menübe rákattintok. Oké, és akkor itt a Select-re kell rányomni. Itt ki megkérdezi, hogyha itt ugye el van mentve, hogy oldalt elhagyjam-e. Még azt, hogy kitöröltem, itt egy Save menüt kell nyomnom, mert ugye ezt elfelejtettem. Itt véglegesítettük a parancsot. Azért jó, hogy látjátok így működés közben, mert ugye, hogyha most nem jelent volna meg ez a kis ikon, hogy ugye véglegesen elhagyom el az oldalt, akkor ott maradt volna a próba, hiába távolítottam el, nem adtam végleges parancsot neki. Tehát ezzel a Save menüvel rányomsz, és akkor véglegesíted a parancsot. Oké.
nagyon-nagyon okos rendszer, mert folyamatosan a hibázok, akkor jelez, hogy hoho, figyelj, még ezt nem csináltad meg, ezért is jó. Egyébként ez a kis videó is megmutatja, ezért nem is fogom ezt kivágni belőle, hogy lássátok élesbe, hogy hogyan kell vele dolgozni. Tehát akkor most menjünk a felsőre, ugye a feature menübe, most csúnyán beszélek angolul, de nézzétek el nekem, és itt egy select gombot nyomok, itt megvárjátok, és bocsánat, header menübe akarok bemenni, select, és most megjelent ugye a felső menüsor. Na most, hát itt már elég sok almenü, meg főmenü, meg minden van. Mindjárt mutatom, hogyha itt a próbára ugye belekattintok, és adtom menüt nyomok, akkor a leges legaljára fogja letenni, mindig a legaljára teszi le a próbát. Na most látjátok, hogy itt vannak olyan részek, ami egyik bentebb van, a másik kintebb van, ezek almenük. Nagyon egyszerűen lehet ezeket mozgatni. Tehát, hogyha például ezt a hogyan indulj el almenüt ide húznám, így, mindjárt kiderül. Opa. Tehát ezt így ki kell húzni. Jó, tehát itt látjátok, hogy itt bentebb is állnak részek, meg kintebb is, tehát vannak főmenük és almenük. Hogyha ezt a próbát főmenübe szeretném, tehát főmenü, akkor ezt így hagyom, hogy kint legyen. Ha mondjuk a gyakran ismételt kérdésekbe szeretném berakni, mint almenü, akkor itt kicsit meghúzom, és tehát lehet igazgatni, akkor ide fog bekerülni a gyakran ismételt kérdésekbe. De hogyha mondjuk ez a próba, ez mondjuk a tréning videókhoz kapcsolódna, tehát egy almenübe szeretnéd berakni, akkor fogod magad és egyszerűen ide fölhúzod, és ide kerül. Na most ugye ezt addig igazgatod, ameddig ugye egy vonalban nem kerül. Ezzel oké, hát itt lehet vele játszani. Sőt, lehet almenükbe is almenüt rakni, hogy az elébb látod, hogyha mondjuk vevőgondozás onlineba szeretnéd egy almenübe rakni, akkor csak annyi dolgod van, hogy egy kicsit kihúzod, és már látod, hogy nem is egy vonalban van. Tehát mindig arra kell figyelni, hogy az almenükbe ugye mindig egy vonalban legyen. Ha azt akarom, hogy főmenübe szerepeljen a próba, akkor itt hagyom, tehát a főmenükkel legyen egy vonalban. Ha az almenükkel szeretném, attól függ, hogy melyikkel, akkor pedig avval legyen így egy vonalban, mint például ez. Természetesen ezt így fölfele is mozgathatod, tehát mindegy a rendszerben, hogy van. Az a lényeg, hogy te döntöd el, hogy hova kerüljön ilyen apró pici mozgatásokkal. Oké, természetesen amikor én megelégettem a helyjel, akkor ugyanúgy a Save menüt én megnyomom, és akkor oda be fogja tenni a Kalatu Oktatás Magyarul menü sorba a legutolsó helybe a próbát. Hogy néz ez ki tulajdonképpen élesbe, megnyomom a Save menüt, várok egy induri-pindurit, mindjárt betölti a rendszer, oké, és most megnézem kint, hogy fog ez kinézni. Visit site, tehát fölviszed az egeret, visit site, rányomod, megy, itt elindul, ezt leveszem, és akkor ugye a Kalatu Oktatás Magyarul menüt ugye rámegyek, és itt van, látjátok, legalul van a próba. Hogyha meg akarom nézni, hogy ez tényleg jó helyen van, mindig ellenőrizzétek le, amikor itt behelyeztek valamit, megnyomod, hogy tényleg oda megy-e. És látjátok, itt ezt helyeztük be, ugye, ezt a videót. Oké. Na hát ennyi tulajdonképpen a menüknek az elhelyezése. Tehát az a lényeg, vagy fölülre helyezed be, vagy pedig ugye az alsó sorba. Innen már ugye kivettem, tehát azért nem látszik. Oké. Ennyi lett volna ugye a menüknek az elhelyezésének a videója. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!